Ismét egymásnak ellentmondó hírek érkeznek a déli frontvonalról. Az ukrán jelentések arról szólnak, hogy csapataik már a második orosz védvonalat ostromolják Zaporizsia térségében. Az orosz védelmi minisztérium cáfolta mindezt, szerintük visszaverték az ukrán támadásokat. Közben Volodymyr Zelenszkij elnök erősebb és nagyobb hatótávolságú fegyvereket kért nyugati szövetségeseitől, és újabb szankciókat sürgetett Oroszországgal szemben. Egyre hevesebbek a harcok Ukrajna déli részén. Az oroszok folyamatosan nehéz tüzérséggel lövik az ukrán állásokat Zaporizsia megyében. Kijev állítása szerint a nyáron indított ellentámadás új lendületet kapott, mivel az ukrán erők áttörték az oroszok félelmetes első védelmi vonalát, és már a másodikat ostromolják. Az ellentámadás középpontjában a Zaporizsia városától mintegy 56 kilométerre délkeletre fekvő Robotine, valamint az onnan nyugatra található Verbove település áll. Legfőbb céljuk azonban a stratégiai fontosságú Tokmak város elfoglalása, mivel az ukrán csapatok így déli irányba tudnának nyomulni az Azovi-tenger felé. Az ukránok augusztusban kitűzték a nemzeti lobogót egy szétlőtt épület tetején Robotinében, ám azóta csak lassan haladnak előre. Tokmaknál pedig eddig nem jártak sikerrel. Az orosz haderő 14 ukrán támadást vert vissza Verbove és Robotine település térségében. A harcok során 27 harci járművet, köztük egy brit gyártmányú Challenger tankot semmisítettek meg, jelentette be az orosz védelmi minisztérium szóvivője hozzátéve, a teljes frontvonalon mintegy 850 embert veszített az ukrán hadsereg. Eközben az ukrán elnök erősebb és nagyobb hatótávolságú fegyvereket kért nyugati szövetségeseitől, és újabb szankciókat sürgetett Oroszországgal szemben. Mostanában sok minden lelassult. Amikor egyes partnereink azt kérdezik, hogyan áll az ellentámadás, és mi lesz a következő lépés, csak annyit mondok, a mi lépéseink gyorsabbak, mint egy újabb szankciócsomag, fogalmazott Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök a japán külügyminisztert fogadta, aki váratlanul Kijevbe látogatott. Hayashi Yoshimasa népes üzleti delegációval érkezett az ukrán fővárosba. A találkozón az Ukrajnával kötendő kétoldalú biztonsági és gazdasági együttműködésről tárgyaltak, és szó esett arról is, hogy Japán közvetítő szerepet vállalna egy globális békecsúcs előkészületeiben. Közben Oroszországban folytatódnak a regionális és a helyi választások. Az Orosz Központi Választási Bizottság szerint a szavazásra jogosultak 20%-a adta le voksát a választások első napján pénteken. Szibériától a Fekete-tenger partjáig az ország 21 régiójában választanak kormányzókat, Moszkvában pedig polgármestert. Vlagyimir Putyin elnök az interneten adta le voksát. 2014-ben elcsatolt Krím-félszigeten és az orosz erők által elfoglalt kelet-ukrajnai régiókban is voksolnak. Ukrajna ezt érvénytelennek tartja.